bucika lenne hozzád pár kérdésem így a bajnoki döntők előtt. Az első az lenne, hogy mit tudnál kiemelni, hogy mivel készülsz másképpen egy ilyen bajnoki döntőre, mint egy úgymond sima bajnoki mérkőzésre. Tudom, hogy sokkal fontosabb ez a mérkőzés, és a következő mérkőzések, amik következnek, és egész évben erre készültünk a lányokkal, de úgy gondolom, hogy erre a mérkőzésre is úgy kell készülnünk, mint a bajnoki mérkőzéseinkre, de nem kell olyan nagy dolgot tulajdonítani neki, úgyhogy én ugyanúgy készülök erre a mérkőzésre, mint a többi bajnoki meccsekre. Melyik poszton szeretsz a leginkább játszani, hiszen több poszton is felszoktál tűnni. Igen, több pozíción fel szoktam tűnni ugye a pályán, mindenképpen a támadó szekcióban szeretek játszani, hogyha egyet ki kellene emelni, talán szélről szeretek befelé játszani a legjobban. Ugye közép-középpályás is szoktam játszani, ilyenkor egy picit őszintén szóval messze érzem magam a kaputól, ugye én a gólszerzésért vagyok oda leginkább, természetesen itt más feladatokat kell ellátni, és ezt tudom jól. Most már ugye lehetnek nézők a mérkőzéseken, a te szüleid is ki szoktak járni. Rád ez pozitívan hat, vagy esetleg egy ilyen nyomást helyez rád azáltal, hogy élőben tekintik meg a mérkőzést? Számomra ez extra motivációt ad. Én mindig nagyon örülök, hogyha nézők jönnek, főleg, hogyha barátaim, rokonaim, úgyhogy én mindig nagyon örülök nekik. Vannak-e olyan zenéid, melyeket kifejezetten mérkőzések előtt szoktál meghallgatni? Nincsenek zenéim, nagyon ritkán hallgatok így külön meccsek előtt zenét, ugye együtt szokott a csapat, a DJ-nk pedig más, úgyhogy én nem szoktam. Milyen érzésekkel lépsz pályára? Ugye mindketten ugyanabban a cipővel járunk, ahol a csapatod ellen kell futballozni, benned milyen érzések merülnek fel egy ilyen mérkőzés előtt? Az MTK elleni mérkőzések mindig presztízs meccsek, de lassan már 2 éve a Ferencváros képviselem, úgyhogy ezért a csapatért fogok küzdeni a pályán. Szerinted milyen hatással volt rád és a csapatra az edzőváltás? Úgy gondolom, hogy Misi személyében egy nagyon jó szakembert és egy nagyon jó embert is ismerhettünk meg egyaránt. Bízik a játékosaiban, és a játékosai is bíznak benne. Tehát nagyon jó munkát tudunk együtt végezni, és reméljük, hogy a döntőkben ezeket kamatoztatni tudjuk. Vannak-e meccs előtti babonáid, amit soha nem hagysz el? Nincsenek ilyen szokásaim, nem vagyok babonás típus. De meccs előtt a lányokkal az öltözőben mindig együtt hallgatunk zenéket, így pörgünk fel a meccsekre. Meccsnapon milyen ételeket szoktál fogyasztani, hiszen számodra nagyon fontos a tudatos étkezés. A meccsnapokon elég unalmasak úgymond az étkezéseim. Reggel valamiféle zapkását szoktam csinálni, ez éppen attól függ, milyen ízesítés, hogy kelek fel. Próbálok olyan ételeket enni, amik energiával látnak el a mérkőzésen, tehát délben folytatom ezt úgymond a szénhidrát töltést egy tésztával, aztán pedig meccs előtt még valami kis snacket, egy könnyebben emészhető, gyorsan felszívódó szénhidrátot eszek, meccs után pedig igyekszem visszatölteni a kimerült energiaraktárakat, akkor is szénhidrát és fehérjedús ételeket.